25 év. Hú. Lassan már 18, úgyhogy felnőttem. Hát én már 6. éve, mikor felköltöztem, akkor jelentkeztem az Ördög térdjébe. Mióta? Hát, ha elmondanám, akkor nem tudom, több mint 10 éve. Egy fél éve nagyjából. Ördög térd is 2018 óta. Hát kiszámolni is nehéz, de több mint 21 éve. Ez a szimbólum, ami mindent megtalálta a világon, a keltáktól kezdve ugye egészen Erdélyig és pont Gyimesig, ami egy ilyen hármas körforgást jelképez. És ha úgy tényleg összegezni szeretném ezt a 25 évet, akkor ez a szó jut eszembe, hogy egy nagyon jó és dinamikus körforgás. Csikrákosról jöttem, Csíkszered a Mádőni faluból. És ide most jössz másodjára az Ördög térdjébe? Igen. Miért gondoltad úgy, hogy jó lesz majd táncolni? Hát úgy gondoltam, hogy mindenképpen egy érték, és egy jó mozgásforma szerintem így a tanulós napok mellé, kikapcsolódásként. Miért jöttél ide akkor, amikor ide jöttél? Hát az otthoni táncos közösségben már hallottam azt, hogy Ördög térdje az jó hely lehet, és aztán ide jöttem, és azóta itt vagyok. És mi az, ami miatt kitartottál ennyi időn keresztül? Hát, a közösség. 13 évet táncoltam körülbelül, és most így 4 év kiadjás után úgy döntöttem, hogy valahol újra szeretném kezdeni. Egy olyan helyre szerettem volna jönni, ahol már félig meddig ismerem az embereket, hogy annál otthonosabb legyen a környezet. Alapvetően azért jelentkeztem, mert hallottam azt, hogy nagyon-nagyon jó a hangulat, és megvédjük a csapat dinamikát. De amellett meg rengeteget tudunk szakmailag is fejlődni, amellett, hogy nagyon-nagyon jó a társaság, és nagyon jó embereket ismertem meg. És valóban jó lett, és valóban jó a hangulat, és az az, amire számítottál? Igen, beigazolódtak az állítólagos pletykák. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem az embereket, és nagyon jó a közösség, úgyhogy ez az elsődleges, persze a tánc, meg a táncszerető, meg a szakmai fejlődés mellett. Hetente kétszer próbálunk 2 órát, és hát a haladókkal azt mondanám, hogy nekik a szórakozás az inkább a táncház, mert a haladó próbán elég sokat szoktunk műsorokra készülni, fellépésekre készülni, csapatot építeni, elég sokat változik a tagság, tehát nagyon sokat kell foglalkoznunk azzal is, hogy csapattá gyúrjuk a tagokat. Évente vannak újak, akik jönnek, és akkor ezt mindig színpadképessé, illetve együttműködővé kell valahogy varázsolni. Most is éppen arra készültök egy előadásra? Igen, készülünk a táncház találkozóra, úgyhogy ma több műsort is fogunk próbálni, vagy legalábbis műsor részletet, mert ott egy hosszabb előadással készülünk, és arra is kell gyakorolni. 5 éves volt az együttes, meg kellett valamivel ünnepelni, és akkor csináltunk egy nagy bulit. És mivel ez a buli nagyon jól sikerült, akkor úgy döntöttünk, hogy mi lenne, ha ennek lenne valami hagyománya, és hogy ne az legyen, hogy mindig az Ördög térdje ünnepli a szülinapját, akkor legyen ez egy ilyen nagy néptánc találkozó, és akkor jött az ötlet, hogy na jó, akkor Szentgyörgyön van egy ilyen, hogy néptánc találkozó, akkor legyen a miénk a kolozsvári népzene és néptánc találkozó. És nagyon sokáig a szentgyörgyi modellt követtük, ugye hívtuk az öregeket is, feléptek a helyiek is, és ezt vittük így tovább, most már 20 éve nehéz is kimondani. De tegnap gondolkoztunk, hogy például a divat bemutatóm, amit minden évben meg szoktunk szervezni, most már 10 éves. Hú, tegnap emlékszem, hogy ugye amikor az izgalmakat, hogy van ennek értelme egyáltalán szervezni ilyet, vagy amikor gyermektáncgála, az is már a negyedik tartunk. Hogy az is megfogja, mindenki azt, hát van még ilyen Kolozsváron. Na jó, de ez pont a táncház találkozó. Milyen élmény lesz majd a gyerekeknek is, ha eljöhetnek a táncház találkozóra. Úgyhogy szervezzük azt is meg. Thank you.
alakult dolog lett, hogy először csak a pénztárosságot vettem át, aztán így rendre, úgy akkor könyvelést csináld meg, akkor a kicsit adminisztrálj, akkor egy kicsit most már tartsd a kapcsolatot a diákházzal, akkor hát most már úgy át kéne venni a pályázatokat is, tehát hogy így fokozatosan került át, ja, akkor most már szervezd meg a néptánc találkozót is. Igen, tényleg fokozatosan került át, fokozatosan vállaltam én egyre többet, és most igazság szerint most azt mondanám, hogy most már csak a háttérbe dolgozom. Ami húzósabb periódus, egy kicsit úgy érzem, hogy húzósabb periódus az ördögtérgyes munkámnak az az ősz. Mert egy kicsit úgy van, hogy néptánc találkozó szervezés, de azért decemberig el is kell számolni az összes pályázatot, le kell zárni az évet, tehát, hogy igen, egy kicsit ezt a periódust érzem. Úgy, mikor az ember azt hiszi, hogy a nyár lejár, s hú, végre fel tud szusszanni a csomó program után, akkor rájön, hogy igazság szerint nem. Lassan kicsit mindig hozzátettünk ehhez a dologhoz évente. Persze bővült a keret, akkor egy időben az volt, megfogalmazódott az igény, hogy nem jönnek a profi tánc együttesek Kolozsvárra, mert nagyon drágák a terembérek. És ha már nekünk van egy ilyen lehetőségünk, van ez a gyönyörű helyszín, ugye nagy épület és a diákházban próbálhatunk, és hogy ez az otthonunk, akkor miért ne hívjuk meg ezeket az együtteseket fellépni hozzánk a táncház találkozóra. Na de mikor? Hát a gálát nem lehet ezt kihagyni, akkor na jó, akkor legyen kétnapos. Egyik nap legyen a profi tánc együttes, akkor utána legyen az amatőrök. Na jó, akkor legyen koncert is. De ha már van koncert és van ugye profi tánc együttes, akkor nem lehet megint kétnapos, akkor legyen háromnapos. Úgyhogy tényleg most a mostani táncház találkozó például háromnapos esemény lesz. És a 20. amelyeken megünnepeljük megint az ördögtérgyét. Egy éve dolgoztunk azon, hogy a Magyar Állami Népi Együttest elhívjuk Kolozsvárra, és a táncház találkozón fellépjenek. Mert mit tudunk nagyobb nevet ennél igazából a színpadra rakni. Úgyhogy nagyon sokat lobbiztunk, hogy ez működjön, és szerencsére úgy néz ki, hogy partnerek találtunk a Hagyományok Házával is ebben. Ők is próbáltak besegíteni. Úgyhogy itt lesz az állami. Azon kívül meg, hát igen, készülünk egy műsorral, amit megpróbálok én összeállítani, ha minden összejön. Úgyhogy egy ilyen emlékképek lesznek régebbi előadásokból, tehát ez lenne a terv. Hogy a már kész lévő műsorainkból egy-egy részlet tegyünk a színpadra. Aztán, hogy mi lesz a körítés, azon még dolgozunk.